Újra Egerváron vagyunk. Öröm van a szívemben, hiszen pár hónappal ezelőtt még csak reménykedhettünk benne, hogy lesz olyan a vírushelyzet, hogy igenis megtarthatjuk a nyári színházat, és külön öröm, hogy most már nem is tudom, egy évtizede jár ide a Turaida Színház, és tudom, hogy korábban is volt itt vendégművész, amíg más rendezte a nyári színházat, úgyhogy a közönség ismeri őket, és szereti őket, és most már elmondhatom, hogy bizony minden évben várják őket. Tudom jól, hogy emögött, a taps mögött rengeteg szeretet van. És el kell, hogy mondjam, hogy ezután, az év után, ugye tavaly, amikor találkoztunk, akkor azt mondtam, hogy hú, most már vége a szörnyűségnek. Hála Istennek, 3,5 hónap után újra játszhattunk, és azt gondoltam, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Hát de, mert november óta megint nem tudtunk játszani, és november óta megint az a helyzet, hogy itt tudunk először. Tehát megint önök előtt lépünk először színpadra, ami rettenetesen jó a színészeknek, a kollégáknak, és nagyon-nagyon jó volt önöket várni ott az ajtóba, mert el sem hiszik, hogy mi is érezzük azt a szeretetet, amivel mi idejöttünk önökhöz. Az én karakterem egy fél olasz pasos, akinek az apja olasz, a mama magyar. Ő a szerep iszonyatosan jó és állati hálás, tehát az rögtön kiderül. De a lelki része érdekesebb inkább a dolognak, hogy maga az egész darab, hogy ez amiről szól, ehhez nekem rengeteg személyes kapaszkodón van, mert én 8 éve dolgoztam az Éjszakában. A figurámról annyit, hogy ez egy sok mindent megélt nőszemély, aki itt eljátsza a nagy keményt, de egyébként ő nem ilyen, ez majd ki is derül a darabból. De élvezem nagyon a karaktert, meg élvezem nagyon a figurát, és jó volt együtt dolgozni megint Sztárek Andreával, hiszen ő rendezte a darabot. Ennek a színdarabnak nagyon komoly lelke van. Tehát túl azon, hogy poénos és vicces, és lehet rajta nevetni, és lehet világszámokat hallgatni benne, vagy világslágereket, tele van lélekkel. Akkor még gyerek voltam nyilván, amikor ez egy nagy sláger volt, a Térden állva jövök hozzád, de azt gondolom, hogy ez így öröklődik generációról generációra, tehát biztos, hogy mindenkinek van emléke, ami ehhez az ikonikus dalhoz fűződik. Egy generáció nőtt ezen föl, tehát ez tényes való, és hát ez egy világsláger lett. És hát a Gianni Morandi az egy fogalom volt, hát mindenki meg bolondult érte. Belemászik a lelkedbe. Én Laurát játszom a darabban, aki egy fiatal lány. Szerintem egy nagyon pozitív karakter ebben az egészben, egy nagyon szerethető karakter, és nagyon szépen mutatja be az anyalánya, meg a családnak a fontosságát ez a szerep, és ezt nagyon szeretem benne. Minden imámért száll az égre, csak újra együtt legyünk végre. Nagyon jó volt a próba folyamat, mindenki elképesztően befogadó volt velem, és egyáltalán nem éreztették velem azt, hogy én itt új vagyok, ahogy a rendezőnünk sem éreztette ezt velem, sőt, igazából annyira pozitívan állt hozzám, és nagyon-nagyon jó instrukciókat kaptam végig, amikből azt éreztem, hogy tudok építkezni, és talán jó irányba haladtam velük, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a csapatnak is, és mindenkinek. Én azt gondolom, hogy például érdem ennek a darabnak, hogy mindenkinek van egy sorsa, és van egy drámája, és van egy története. A legkisebb szereplőnek is, aki ugye a két táncos lány. Nagyon szeretném, hogyha ez a hívogató cím mindenkit behívna a Kálvária térre is. Úgyhogy térden állva kérem a nézőket, hogy tiszteljenek meg minket a jelenlétükkel. Orálo szó, hozbájátó konté, ritornero. Nekünk nagyon tetszenek ezek a produkciók, most már évek óta visszajárunk. Ez hatalmas élmény számunkra, hogy Budapesttől 200 kilométerre ilyen előadást, ilyen színvonalú előadásokat láthatunk. Hát az ifjúságomat hozta vissza. Nem tudom, talán 45-50 évvel ezelőtt nekem leírták olaszul a szövegét, ahogy ki kellett ejteni, és én megtanultam ezt a szöveget. Mi csatárból, a Nyugdíjas Egyesület szervezéséből vagyunk most itt, vagy 50-en. Hát egy közvélemény kutatás volt, hogy ki milyen előadásra szeretne jönni, és hát erre volt a legtöbb szavazat, természetesen én is erre az előadásra szavaztam.
példaértékű az az összefogás, ami Zalaegerszeg önkormányzata, Egervár önkormányzata, illetve a Turai Ida Színház között. Nem csak most, hanem már korábban is kialakult, de a mostani alkalom az különösen is példamutató, hiszen ez a három szereplő összefogott, azzal a céllal, hogy egy olyan előadást adjunk egy pici gesztusként, hálaként az egészségügyi, rendvédelmi, katasztrófavédelemben dolgozóknak, a mentősöknek, akik az elmúlt 16 hónapban rengeteget dolgoztak valamennyiünkért, sokszor az egészségüket kockáztatták, és most talán egy picit valamit vissza tudunk adni hálaképpen abból a sok-sok szeretetből, gondoskodásból, amit mi kaptunk tőlük. Én úgy gondolom, hogy azok után, amit ez alatt a 16 hónap alatt átéltünk, egy nagyon kezdeményező és nagyon szívbe markoló dolog az, hogy összejöhetnek az emberek. Nagyon jó érzés belefeledkezni itt egy előadásba, végre nem a mindennapoknak az állandó módjaival foglalkozni. Azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz és egy leterhelt időszak van mögöttünk, és pont ezért annyit jelentett nekünk a lehetőség, a gesztusérték, hogy eljöhettünk, és egy vidám, életszerű, vicces előadást láthattunk. Minden kollégámat úgy láttam, hogy mosolyogva köszöntünk el egymástól, és tényleg a nevetés gyógyét, tehát erre kell alkalmat hagyni. Lélek Tamás Járon talán egyik legszebb darabja. Manapság még egyre aktuálisabb, hogy az ember, ha lent van a mély ponton, és újra kell kezdeni az életet, ez sok erő kell. Ezt az erőt mutatja meg főszereplő Balla Péter a darabban. Nagyon szeretjük a férjemmel a Turai Ida Színházat. Nagyon szeretjük a programjait. Olyan darabokat játszanak, amik az embernek a szívét megmelegítik, amik jobbá teszik az embert, és én úgy gondolom, hogy a színháznak, az operának, a művészetnek ez a feladata. Azt gondolom, hogy ha az ember a hitét meg tudja tartani, akkor nagyon sok mindent át tud vészelni. Nagyon örülök, hogy eljöttünk erre a darabra, Tamási Áron darabra, ami alapvetően a léleknek a munkásságáról, a léleknek az erejéről szól, és nagyon jó, hogy az emberek, tehát látszik is, érződik is az, hogy az emberek ezt élvezik, tehát szemtől szembe. Szeretnénk megélni azt, amit ez az óriási író írt. Ebben a nehéz időszakban, ahol sokaknak végig kell gondolni, és újra kell kezdeni. Talán nem olyan erőteljesen, mint Balla Péternek, de tanúság ez arra ez a darab, hogy lehet és érdemes. Jöjjenek el és nézzék meg. Nagyon szellemesen megírt igazi vígjáték, miközben azért arról is szól, hogy három generáció hogy hogyan nem érti meg egymást. Ez a színdarab, ez egyrészt realista, mert létezik az a fajta generációs egymás mellett elmenés, nem is ellentét, hanem egymás hangjának a meg nem hallása, ami alapvetően ezt a színdarabot, mint pszichológiai közeget jellemzi. Részben pedig ugyanakkor hát egy roppant jópofa és szellemes dialógusokkal teletűzdelt anyag. Azért Margitkát se lehet könnyű elviselni. Hogy beszélsz a legjobb barátnőmről? Nem ő tart minden héten temetési ruhapróbát magának szűk családi körben? Azt merő szívjóságból csinálja, hogy amikor eljön az esemény, gördülékenyen menjenek a dolgok. Különben is, amíg a férje Gedeon élt, magának soha nem csinált temetési próbát. Mindig csak Gedeonnak. Először is nagyon kedves nekem, aki írt, a Varsányi Anna, aki nagyon jó barátom. Ezt a darabot pedig, amikor odaadta elolvasásra, hát borzasztóan tetszett. És olyan érzésem volt, nem csak azért, mert az egyik szereplő neve Erzsi, pont az én korosztályom, hanem egyébként is mulatságos, jónak találtam. Az egervári bemutató, ami előtt most ülünk, ez szerintem
nagyon hasznos bajtárs volt abban, hogy összeálljon a műszak és összeálljon a szereplőgárda is, tehát szerintem jól sikerült. Nagyon jó volt Pásztor Erzsivel együtt dolgozni. Az elején ugye én eléggé zavarban voltam, hogy egy ilyen nagy legendával én együtt dolgozhatok, és én asszisztálhatok egy olyan előadásban, amiben ő a főszereplő. Ő egy nagyon kedves, odaadó személyiség, fantasztikus volt vele próbálni, és remélem, hogy a Pásztor Erzsi is, és az idősebb kollégák is nagyon sokáig fognak még játszani, mert hogy igazából ők azok, akik felemelik a magyar színjátszást. Szóval szerintem ez nagyon fontos. Minden szerep jó benne igazából, nem csak az enyém, de nekem az enyém a legjobb természetesen, és hát ez egy, hát ha annyit mondok előlegbe, hogy maga vagyok a fergeteg a darabban, akkor talán ezzel mindent elmondtam. Nagyon tetszett egyébként, most már évek óta járunk ide az egervári esték darabjait megnézni. Nagyon szeretjük a színházat, Pásztor Erzsit is a tévén keresztül ismertem már gyerekkorom óta. A nehéz időszak után, ami az elmúlt időkben volt, azért egy kis felüdülés mindenkinek, hogy így ki lehet szabadulni, és arra gondoltunk Zalaegerszeg városával, meg persze a színházzal karöltve, hogy a gyerekeknek és a családoknak tudjunk élményt nyújtani, hiszen a gyerekeknek minden egyes együtt töltött perc a szülőkkel élmény. Én örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, mint Zalaegerszegről, mint Egerváról és környékéről, és reméljük, hogy nem ez volt az utolsó ilyen rendezvény, úgyhogy találkozunk még. Vendi nincs még 3 éves, és nagyon kíváncsiak voltunk a férjemmel arra, hogy hogyan fogadja az első színházi látogatását, és vajon élmény lesz a számára. Gondoltam, hogy nagyon jól fogja érezni magát, és az első perctől az utolsóig élvezni fogja a darabot, hiszen a Turay Ida Színház társulata mindig fantasztikus élményeket nyújt nekünk minden évben. Fontosnak tartom én is pedagógusként, hogy a gyerekeknek megmutassuk ezt a világot is. Tehát maga a magyar irodalmat, vagy a magyar gyerekirodalmat nagyon fontosnak tartom. Próbálok olyan olvasmányokat és kötelező olvasmányokat feldolgozni velük, ami őnekik is kedves és őnekik is tetsző, tehát nem kötelező szaga van a dolognak. És hát lehetőségekhez mértem visszük őket be színházba rendszeresen, meg színházi előadásokra. Életemben először vagyok Egerváron, le vagyok nyűgözve, csoda-csoda szép. Darabból az első benyomásom az, hogy rég nem nevettem ennyit. Nagyon tetszik nekem ez a helyzet, sok-sok helyzet komikum, és nagyon tehetségesek a színészek. Istenem, Istenem, lassítsd a csodát, hadd éljem át minden pillanatát. Nekem nagyon tetszik maga a kastély is, tehát meg az előadás is nagyon jó, nagyon tetszik az is. Hangilag nagyon-nagyon ott vannak szerintem úgy gondolom a színészek, és nagyon-nagyon ügyesek. Tehát én egyből az ember, aki ebben mozog, így erre azért felfigyel, és többnyire én azt néztem, vagy hallgattam, bocsánat, és nagyon ügyesek. Mielőtt elment, a lelkem kulcsra zárta, 7 lakatot tett rá. Egyik a gyermekem, hogy a legszentebbik jóm legyen. Minden éven várjuk a nyarat, hogy jöjjön a Turay Ida Színház. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt a csodát elhozzák ide Egervárra nekünk. Megmondom őszintén, hogy Zalaegerszegen én azt hiszem, hogy kislánykoromban jártam utoljára, úgyhogy én most itt sok mindenre rácsodálkozom, a környék az gyönyörű. És ez az egész környezet, ami itt van, ez a színház, ez is fantasztikus. Igazán azt tapasztaltam, hogy a nézők nagyon-nagyon várták ezt a lehetőséget. Nem csak azt, hogy színházba jöhessenek, hanem hogy ebbe színházba jöhessenek. Azt a hozzáállást a színház összes dolgozójától, a kellékestől, az igazgatónőig, a stábig, azt minden évben tapasztalni, és a nézők nagyon hálásak ezért. Minden előadásunk gyakorlatilag teltházzal ment, úgyhogy nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, és hát nagyon bízok benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és jövőre sokkal korábban el tudunk kezdeni dolgozni, érdemben el tudunk kezdeni dolgozni, és hát ugyanilyen előadásokkal,
ugyanilyen közönséggel fogunk találkozni, mint ebben az évben. Azért megy az ember egy ilyen helyre, mert arra vágyik, hogy katarzis élménye legyen. És ez lehet egy jó darab, lehet egy mindenképpen egy remek színészi játék, a kettő együtt, aztán maga a csoda. Lehet ez vidám, lehet tragikus, lehet drámai. Tehát az lényeg az, hogy valami olyasmi plusz kapjon az ember, és azért jön, és arra vágyik, hogy amikor véget ér egy előadás, akkor utána megváltozzon a fizikális és a szellemi élete és a gondolkodása. És hogyha egy ilyen előadás sikerül elcsípni, azért nem egyszerű, akkor létrejön egy csoda. És ebben nagyon jó megmártózni és nagyon jó részese lenni. Turaira Színház. Önöknek játszunk.